Élményszerűen, gyakorlati ismeretek átadásával igyekeztek a különböző szakmákat megismertetni a tolnai általános iskolásokkal a Magház tábor vezetői. Ez jó. 134 megbetegedést igazoltak kedden ezzel a járvány kezdete óta összesen. A tolnai táborozók ellátogattak a Tolnatáj Televízió szerkesztőségébe is. Kipróbálhatták, milyen súgógépről olvasni a híreket. Megtekintették, hogy hogyan készülnek a műsorok. De a hét során a vendéglátás turizmusról, a szórakoztató iparról, az atomerőmű működéséről is többet tudhattak meg a gyerekek. Így számukra is kiderült, hogy mit csinál pontosan egy cukrász, szakács, mérnök, állatgondozó, zenész vagy éppen egy ápoló. Tetszett a biciklizés is nagyon, meg amikor beülettünk a tűzoltóautóba, meg én alig várom, hogy már elkezdjük ezt a babafürdetést, meg ilyenek, mert nagyon szépek voltak a kis játékbabák is, meg hogy fölöltöztethessük őket. A lovasszonyán ott megkefeltük a lovakat, meg megetetettük a birkákat. Azután Pakson meg tartottak nekünk ilyen előadást, és akkor mindent elmondtak nekünk. Meg föl lehetett menni egy ilyen lépcső, ilyen kis helyiségbe, és ott ki is lehetett próbálni dolgokat. Meg amikor voltunk kint Domboriba biciklizni, akkor is finom volt a pizza is, és nagyon jól körbevezettek minket a Dunautikában. Az összes program nagyon jó volt eddig, szerintem még ami következnek, azok is nagyon jók lesznek. Ami a legjobban tetszett, az a hétfői napon, amikor elmentünk a Sebi Lovas Farmra, és ott letisztítottuk az állatokról még, ami megmaradt, szőrt, és utána tudtuk is őket vezetni. Az atomerőműben azt csináltuk, hogy elmentünk, megnéztük, hogy hogyan működik, el voltunk a látványközpontban igazából, amit bemutattak mindent, hogy hogy keletkezett, mikor csinálták, vagy építették, és utána pedig elmentünk a múzeumába ennek. Itt látjuk, hogy ezt a sötétet, ez a két csigolya közötti porc. A tábor egyik napján a röntgenfelvételek kielemzésével, valamint a csecsemő gondozók munkájával ismerkedtek meg a tolnai diákok. A felső tagozatos gyerekek nyitottnak mutatkoztak az egészségügyi szakmák iránt, különösen a különböző betegségek felismerése és a csecsemők gondozása keltette fel az érdeklődésüket, mondta el Straubingernél Vince Ildikó, a Tolna megyei Balassa János Kórház röntgenosztályának vezető asszisztense. Lehetősége lesz a gyerekeknek gyakorlatban is néhány feladatba belekóstolni, így például az ápolás, a kisded gondozás, illetve a képalkotó diagnosztika területekbe egy kicsit tájékozódni. Azt szoktam kiemelni, hogy nagyon sok rétűek vagyunk, tehát nagyon sok a választási lehetőség, 17 szakterületen tevékenykednek a szakdolgozók, és nagyon különböző szinteken, tehát nagyon sokféle szinten lehet tovább tanulni, egészen az alapszakképesítésektől az egyetemi diplomáig, tehát sok lehetőség van a mi szakmánkba, és hát természetesen az embereknek a megsegítése a fő feladatunk, és ezt nagyon szeretjük, és ezt szeretnénk ráragasztani a következő generációra is, ezt az érzést. Természetesen olyan feladatokat hozunk mindig, amiket ők is el tudnak végezni, és ez egy sikerélmény nekik, illetve megtapasztalhatják ezeket a dolgokat, és akkor ez mindig élménygazdag szokott lenni, tehát nagyon élvezik, szeretik a gyerekek. Megpróbáltunk igen mozgalmas programokkal lekötni a gyerekeket. A hétfői napot egy lovas tanyán, a Zsebi Lovasudvarban töltöttük, ott ismerkedtek meg az állattartásnak a technikáival a gyerekek. Aztán a délután folyamán kulcstartót és hűtőmágnes szerkesztettünk, így a logó szerkesztésbe kapcsolódtak be a gyerekek. Aztán utána a cukrászatot próbálhatták ki. Próbáltunk azokra a szakmákra, illetve foglalkozásokra koncentrálni, amik most nagyon népszerűek,
és el is lehet velük helyezkedni, illetve próbáltunk különlegesebb szakmákat és foglalkozásokat is kiválasztani, hogy legyen egy olyan vonal is, amit még esetleg nem ismernek a gyerekek, hogy olyanokat is ki tudjanak próbálni, ami nem annyira köznapi, de mégis értéket képviselnek. 200 gyerek vett részt a tábor harmadik turnusán. Mivel nagyon népszerűnek mutatkozott a program, ezért valószínűleg jövőre is megszervezik a Tolnai Magházban.